Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Augusztus 20-a. Tolna megye valamennyi településén megünnepelték az államalapítást. Önkormányzati választás. A Peszhofer Ágnest indítja a Fidesz-KDNP Tolnán, megvannak a képviselőjelöltek is. Bárka Fesztivál. Jubileumához érkezett Tolna legnagyobb városi rendezvénye. Falunap Dalmandon. Évek óta hagyomány a közös ünneplés a településen. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megye valamennyi településén megünnepelték augusztus 20-át. Ünnepi szentmisére és a hagyományos új kenyérszegésre szinte mindenhol sor került, de volt, ahol koncerttel és természetesen tűzijátékkal tisztelegtek Szent István előtt. Áld meg, Uram, ezt az új kenyeret az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ökumenikus kenyérszenteléssel és ünnepi szentmisével kezdődtek a Szent István napi programok Szekszárdon. Ezt követően az ünneplők együtt vonultak le a Szent István térre az államalapító szobrához. Ács Rezső Szekszárd polgármestere ünnepi beszédében azt emelte ki, hogy a Szent István által lefektetett eszmék, mint a családba és a közösségek erejébe vetett hit, több mint 1000 év távlatából is örökérvényűnek hatnak. Szekszárd büszke lehet csak minden szempontból, megfelelt ennek az értékennek, ami 1000 év alatt azért nem változott tulajdonképpen, és azt üzenem a mának tulajdonképpen Szent István, hogy ha ezen értékrendek szerint végezi mindenki a munkáját és élje mindennapjait, akkor ennek az országnak és magának Szekszárdnak nem csak jelene és múltja van, hanem lesz jövője is, és ez pedig a fiatalságról szól elsősorban. A rendezvényen a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete Bukovinai Egyházi éneket adott elő, majd a résztvevő társadalmi, politikai és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a Szent István szobornál. Tolnán a helyi hagyományos hűen régmúlt korokat felidéző arató felvonulással kezdődött az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A felvonulók a római katolikus templomban folytatták az ünneplést, ahol a kenyér megáldására is sor került. Az új kenyér megszentelése után az aratókkal az élükön a Szent István szoborhoz vonultak az ünneplők. A Peszhofer Ágnes Tolna polgármestere ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a magyar nemzet minden tagja Szent Istvánnak köszönheti, hogy már nem kell egy hontalan néphez tartoznia. A magyar nép letelepítésével, az államalapítással otthont, hazát adott nekünk, melyet tűzzel és vassal meg is védett, meg is tartott számunkra. Neki köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak lennünk, és büszkén mondhatjuk, hazánk ott van a Kárpátok alatt, és népünk a magyar. Isten áldása legyen azokon, akik ebben a városban egymásra figyelve, őseink örökét megőrizve akarnak boldogulni, becsületben élni, jövőt építeni és remélni. Bonyhádon előbb az egyházak képviselői mondtak áldást az új kenyérre, ezt követően Filóné Ferenc Ibolya az államalapítás kapcsán megemlékezett Gizella királynéről, István feleségéről is, aki a király mellett tanúbizonyságát adta elhivatottságának, és biztos támasza volt az egyháznak és az államalapítónak. A polgármester ezt követően beszédében visszatekintett a város elmúlt 5 évének eredményeire is. A közösségünket mi magunk teremtjük. Olyan döntéseket, fejlesztéseket tervezünk a következő évekre, melyek megalapozzák és tovább erősítik az itt élő családok boldogulását, a vállalkozások eredményes működését. Ez a megerősödés mindannyiunk javát szolgálja, mert nekünk Bonyhád és Magyarország az első. Akinek erősödte szerint jósága és szeplőtelen tisztasága minden idő magyar nyának örök eszményképpen. Bátaszéken a Nagy Boldogasszony templomban ünnepi szentmisét tartottak a keresztény államalapítás alkalmából a kenyér megszegése előtt. Megtelt a települési jelképének számító épület. A mindenható és irgalmas Isten áldja meg és szentelje meg ezen kenyereket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere kiemelte, a kenyér fontos jelkép, az élet jelképe, hozzátette, úgy tapasztalja, hogy augusztus 20-án nem arra fókuszálunk, amire szerinte kellene, Szent István emberi nagyságára, erőfeszítéseire, aki bebizonyította, hogy áldozatvállalás nélkül nincs építkezés. Magyarságunkat ezen a napon tudjuk igazán ünnepelni, talán meg kéne emlékezni azokról, a nagy uralkodókról, de az egyszerű emberekről is, akiknek köszönhetően ma még Magyarország Európa szívében itt van, létezünk, élünk. Úgy gondolom az elmúlt évszázadok során bebizonyította ez a nemzet, hogy sok tehetséges emberrel, tudomány, művészet, politika terén hozzájárult ahhoz, hogy ma egy modern Európáról beszélhetünk. Bátaszéken Werner Mihály a település korábbi polgármestere szelte fel a megáldott kenyeret, amit később szétosztottak a megjelentek között. Egyet mondunk, és egyet gondolunk. Pakson már kora délelőtt kezdődött a városi ünnep. Szabó Péter polgármester idén új helyszínen a Deákház udvarán mondott beszédet. Mint fogalmazott, az egységes magyar államot megalapító Szent István sziklaszilárdan hitt az akkor még bizonytalannak tűnő jövőben. Látta a célt, és ezért képes volt a legjobb szeleket vitorlájába fogni. Nem tévesztették meg a forgószelek, a mullandó, erőtlen fuvallatok, sem a csupán pusztítást hozó terméketlen viharok. Az ünnepi beszédet az új kenyér megáldása követte, majd az Óváros központjában és a Dunaparton folytatódtak a programok. Dunaföldváron a Solti Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitotta meg az augusztus 20-ai programsorozatot, a Dunaparton pedig országos halászléfőző versenyt tartottak, amire idén 25 csapat nevezett, közülük voltak, akik 100 főre elegendő ételt főztek meg. Én előtte hosszú-hosszú éveken keresztül főztem itt május 1-én, augusztus 20-án, de akkor mindig vadételt, meg birkát, és ott mindig első helyezett voltam. Augusztus 20-án Tolna megye több településén is koncertek és tűzijáték zárta az ünnepi programsorozatot. Szekszárdon például Geszti Péter adott 80 perces koncertet a tűzijáték előtt. Szenvedélyesen szeretnék szolgálni a várost és még többet tenni a fejlődéséért, szépítéséért. Ezt mondták a Fidesz-KDNP tolnai képviselőjelöltjei és Appelszoffer Ágnes a város polgármester jelöltje. Az október 13-ai önkormányzati választáson induló jelölteket Horváth István, a választókerület elnöke mutatta be a médiának. Nem véletlenül tartották a Fidesz-KDNP tolnai képviselő jelöltjeinek bemutatását éppen a nemrég átadott a Szabadidő Parkban a Dunaparton. Miként Horváth István, a választókerület elnöke fogalmazott, ez a helyszín is azt bizonyítja, hogy a település fideszes vezetése az elmúlt 5 évben mennyi mindent tett a város fejlődéséért. A párt Appelszoffer Ágnest indítja polgármester jelöltnek Tolnán, aki azt mondta, ha megválasztják, még többet szeretne tenni a város fejlődéséért. Folytatni kívánja az utakjárdák felújítását, és miként fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházások folytatódjanak, és a tervezett fejlesztések megvalósuljanak. Azt ígéri, hamarosan létrejön a játszóház, és épül egy új bölcsöde is. Én magam is, képviselőtársaink is szenvedélyesen szeretjük ezt a várost, és tényleg én magam minden porcikámmal ide kötődöm, el nem tudom képzelni, hogy máshol éljek, és a családomat máshol neveljem. Én azt ígérem, hogy tisztességesen, becsületesen fogom a továbbiakban is vezetni ezt a várost, amennyiben a választók bizalmat szavaznak. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei között van új arc, mint Koncz Jánosné, de zömében olyan jelöltek vannak közöttük, akik több ciklus óta képviselőként dolgoznak a városért. Így például Baksainé Kenesei Éva, Stercné Asztalos Zsuzsanna, Straubinger Ferenc, vagy éppen a 2006 óta képviselőként dolgozó Gult Csaba. A körzetben lakóknak az érdekeit szeretném képviselni, mint a járdák, az utak rendbetétele. Az összes utcánkban van aszfaltos út, zömében mind a két oldalon járda, ezek felújítást szorulnának. Az idei év, az utolsó ciklus arról szól, hogy a várost építsük, a várost fejlesszük. Remélem, hogy a következő ciklusban több lehetőségünk jut erre. Mindenképpen szeretném a vásártéri lakásoknál a villany és az útkorkatnak a megoldását. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon a 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében 5 évente tartanak. Idén, október 13-án lehet leadni a szavazatokat.
Tizedik alkalommal rendezték meg Tolnán a Bárka Fesztivált, a város egyik legfontosabb ünnepét. Az idei rendezvény ideje alatt fotókiállítás, könyvbemutató, halászlifőző verseny és a megújult Dunaparton szervezett programsorozat színesítette az ünnepet. A fesztivál nyitó rendezvényén Gottwald Károlyra, a Tolnán született fotósra emlékeztek azzal a kiállítással, melynek képanyagát halála előtt maga az alkotó állította össze. A Bárka Fesztiválra készült el a tolnaiak újabb büszkesége, az a kiadvány, mely összefoglalja a település történetét képekben és érdekes írásokban. A Bárka Fesztivál jelképekkel van tele, ilyen maga a bárka is, mondta a Peszhoffer Ágnes polgármester. Azt mondta, a város egész a számára fontos, hogy a Bárka Fesztivál visszaköltözhetett a felújított Dunapartra. Az ifjúsági fúvózenekar tagjai a környezetvédelem fontosságára akarták felhívni a figyelmet a PET palackokból készült bárkával. Egy társadalmi szerepe van minden civil szervezetnek, az, hogy megmutassa magát, az, hogy miről is szól, mit csinál, hogyan csinálja, megmutassa azt, hogy egész évben miért dolgozik, hogyan dolgozik, és hogy ezáltal is be tudja vonni a Tolna lakosságát a civil szervezet élete munkájába, vagy vissza tudjon adni az a civil szervezet valamit abból, amit esetleg kap a várostól, a lakosságtól. Tolnán semmilyen népünnepéről nem hiányozhat a hal. A hagyományos halfőző versenyen majd egy tucat csapat bizonyította főző tudományát. A tolnai halászlé az egyik legegyszerűbb halászlé. Az, amire alapul, úgy, ahogy mondták, a hal, paprika, hagyma, stb. Örölt paprika. Tehát nincsen különlegesség benne. Az idei Bárka Fesztivál kísérő rendezvényeként hivatalosan is felavatták a megújult plébánia épületét. Avató beszédében Udvardi György, pécsi megyés püspök, veszprémi érsek arról is szólt, további terveik vannak a tolnai plébánia hasznosítására. A Magyar Falu program forrásai nyújtottak segítséget a dalmandi önkormányzatnak ahhoz, hogy szombaton falunapot tartsanak. Dalmandon már évek óta hagyomány, hogy a település egyik legnagyobb rendezvényét a nyár vége felé közeledve rendezik meg. Már kora délután is több társaság is kitelepült, hogy főzzenek, vagy éppen közösen süssenek. Készültek egészen különleges bográcsos ételek is. Stroganoff csíkok lesznek lábszárból, marhalábszárból és marhalapockából. Hozzá lesz egy kapros túros galuska. Néhány méterrel arrébb a gyerekeket ugráló vár, a felnőtteket pedig színpadi produkciók várnák a dalmandi falunapon. Dalmandon évek óta hagyomány, hogy a nyár vége felé közeledve falunapot tartanak. Idén a programokra szükséges pénz egy részét a Magyar Falu programon nyerte el a település önkormányzata. Ez a rendezvény, aminek nagyon fontos szerepe van egy kis közösség életében, úgy gondolom, hisz ez az a nap, amikor tulajdonképpen a falu apja nagyja összegyűl, együtt szórakozunk, együtt beszélgetünk, együtt töltjük ezt a mai napot tulajdonképpen, és ez nagyon-nagyon jó. A dalmandi falunapot este közös vacsora, majd pedig bázárta. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos programok is várták a dalmandi falunap vendégeit. A dombóvári rendőrkapitányság munkatársa ugyanis előadást tartott az úgynevezett unokázós csalások részleteiről, és arról, hogy hogyan lehet kivédeni az ilyen típusú bűncselekményeket. A gyerekek pedig színezhettek, rejtvényt fejthettek és megismerkedhettek a rendőrautóval. Regionális híreink következnek. Új bölcsöde létesülhet Pécsen, a belvárosban találtak rá megfelelő épületet. 20+20 férőhelyes intézményt újított fel a Támasz Alapítvány, a hajléktalan nőknek segítenek. Sikerek a ringben, Lellei Tehetség nyerte a Nemzetek Kupáját. Új bölcsődét alakítanak ki Pécset. Ehhez a kormányzathoz pályázik az önkormányzat. A volt horvát óvodát szeretnék használni erre a célra, bár még a nemzetiségi önkormányzat az épület tulajdonosa. A tárgyalások azonban már folynak, közben a pályázatot is benyújtja a városháza. Üresen áll az egykori horvát óvoda épülete, azonban újra kicsiktől lehet hangos az épület, ugyanis a környéken lakók kezdeményezték, hogy bölcsödét nyisson itt a város. Egyre több a kisgyermekes család ezen a környéken, mondják az itt élők. Növekszik az ott élő gyermekeknek a létszáma is, ezt látjuk a játszótereken, látjuk a beiskolázási adatok kapcsán, óvodáknak a jelentkezések kapcsán, és hát leginkább ugye a legkisebb korosztály a bölcsödék kapcsán, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez a bölcsöde
férőhely bővítési program, és az új bölcsöde nyitás az épp a mi városrészünkben Ispitalján veszi kezdetét. Bölcsödei, óvodai felújításokra 2,5 milliárdot fordított az önkormányzat az elmúlt években. Most a kormányzat segítségével nyitnának új létesítményt. Most a magyar kormány pályázati kiírásán kívánunk elindulni. 400 millió forintra pályázunk, ebből egy új bölcsödét szeretnénk kialakítani Pécs belvárosának peremén a Nagy Lajos király útján. Az eddigi 852 bölcsödei férőhely most újabb közel 40 férőhellyel bővülhetne, amennyiben ezhez a forráshoz hozzájutunk. Ez három új bölcsödei csoportot jelentene Pécs városában. Jelenleg még az országos horvát önkormányzati az épület. Az ingatlan átvételéről még tárgyal a tulajdonossal a város. Azonban ez nem akadályozza meg, hogy benyújtsák a bölcsödei pályázatra a 400 milliós igényüket. Befejeződött a Támasz Alapítvány Pécs által megvalósított beruházása, melynek eredményeként új épületbe költözhet a Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely intézménye. A projekt keretében a 20 plusz 20 férőhelyes intézmény a kor követelményeinek megfelelő épületbe került. A program megvalósítása mintegy 100 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatás, valamint a Támasz Alapítvány Pécs által biztosított önerő felhasználásával történt. Befejeződött a Támasz Alapítvány női átmeneti szálló és éjjeli menedékhely korszerűsítését célzó pécsi projekt. A Zsolnai Vilmos utcában a helyiek által leginkább Zionként ismert ingatlanban megvalósult beruházás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételekkel és jobb minőségben nyújtsa a hajléktalanok részére az alapítvány. Egy nem túl szerencsés épületben a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő szolgáltatás nyújtásával történt már jó pár éve ennek a szolgáltatásnak a megvalósítása, és ezt kellett, most már ideje volt, hogy ezt megtegyük, ezt a lépést, hogy egy új épületben tudjuk nyújtani ugyanezeket a szolgáltatásokat. A projekt a Széchenyi 20-20 program keretében valósult meg közel 100 millió forint támogatás felhasználásával. Ebből az összegből egy 20 férőhelyes átmeneti szállót és egy szintén 20 férőhelyes éjjeli menedéket alakítottak ki. Az épület teljes mértékben akadálymentesített, hamarosan a bútorok is bekerülnek a szobákba. Szeptember elején fogunk ide költözni, és onnantól kezdve a menedékhelyet azt úgy lehet használni, hogy minden nap délután 5 órakor lehet idejönni, és egy tüdőszűrő bemutatásával itt lehet tölteni az éjszakát, amennyiben ez máshol nem megoldott az ember számára, aki ezt igénybe szeretné venni. Az átmeneti szállóra, ami térítési díjjal működő szolgáltatás, pedig felvételizni kell minden héten a Támasz Alapítvány nappali centrumában. Óriási sikert aratott a Grúziában megrendezett korosztályos Európa-bajnokságon a balatonlellei Dévényi Izabella. A Lellei Fitness és Küzdősport Egyesület versenyzője végig magabiztosan menetelve jutott a döntőbe, és egyhangú pontozással verte ukrán ellenfelét. Az Európai Szövetség külön is kiemelte az ifjú versenyző teljesítményét, aki idén Szerbiában már bizonyított, hiszen első lett a Nemzetek Kupáján. Dévényi Izabella 6 évvel ezelőtt kezdte ökölvívói pályáját ezen a piros padon. A sportot testvére szerettette meg vele. Ő hozta be a terembe, hogy edzés van, de ő neki kell vigyázni rá, hogy behozhatja-e. És a terem sarkába talán pont ezen a kis piros padon játszott. Úgy került először az ökölvívó terembe, és talán ez a sikerének is a kulcsa, hiszen nem siettettük a ringbe lépését, nagyon pici volt. Az összes technikát tökéletesen meg tudta tanulni, volt rá idő. Mindig egy picit, csak amennyire kedve volt, én is csak azt vettem észre, hogy játszadozom vele, egy-két dolgot mutatok, és hip-hop, egyszer csak azt vettem észre, hogy tulajdonképpen beállt az edzésbe. Iza aztán sorra nyerte a versenyeket, tehetsége olyan kiemelkedő volt, hogy a Nemzetközi Szövetség a mostani serdülő Európa-bajnokságon kiemeltként kezelte, ami azt jelentette, hogy csak a 8-at döntő küzdelmeibe csatlakozott be. Három ellenfelét pedig sima, egyhangú pontozással verte. The Red Corner, Hungary! Mint mondja, még igazából fel sem fogta, mi történik vele, de a gratulációk és elismerések jól esnek természetesen. Hát mindenkivel még nem találkoztam, de gratuláltak, és az is nagyon jó érzés volt, meg jó érzés volt itthon lenni. A fiatal tehetségnek 2 hétig most szigorú pihenést írt elő mestere, hiszen fél évig folyamatos edzésben volt. Augusztus végétől aztán újra jönnek Iza számára is a szorgos hétköznapok és a felkészülés a következő ifjúsági korcsoport küzdelmeire.
Több változás is történt a korábbiakhoz képest a baranyai labdarúgásban. A 2019-2020-as szezontól megszűnik a negyedosztályú felnőtt bajnokság, de a megye háromban így 40 csapat kezdi meg a küzdelmeket. Tovább erősödik a leányfoci is, hiszen Pécs régiós központtá válása a cél. A Baranya megyei első osztályban nem lesz változás a 2019-20-as szezonban, ezt az osztályt ugyanúgy versenyezteti az MLS Baranya megyei igazgatósága, mint tavaly. A megye kettőben azonban az egyesületek számára nagy könnyebbség lesz, hogy már nem lesz kötelező U19-es csapat indítása, és csak egy gárdát kell versenyeztetniük a 14, 15, 16 vagy 19-es korosztályok valamelyikében. A negyedosztály megszűnik, itt a jelentkezők számától függően döntötték el, hogy a földre rajzi szempontok figyelembevételével hány csoportba sorolják be a csapatokat. Pont a tegnapi napon volt liga értekezlet a megyei csapatoknak. Itt beszámoltam arról, hogy örömteli, hogy az elmúlt évek ellentétben idén nőtt a csapatok száma, úgy felnőtt utánpótlás, mint öreg fiúk csapatok tekintetében. Ami komoly a változás az, hogy a megye 4 az megszűnt és beolvasztásra került a megye 3-ba. Így most a megye 1-ben 14 csapat, a megye 2-ben 16 és a megye 3-ban pedig 3 csoportban 40 csapat fog küzdeni. A bajnokságok hamarosan rajtolnak, először a megyei másodosztályban kezdődnek meg a küzdelmek. A kupában volt egy forduló a múlt hétvégén, a megye 2 fog most elkezdődni, és a megye 1 és a megye 3, valamint az utánpótlás bajnokságot egy héttel később, vagy két héttel később. Az MLS Baranya megyei igazgatósága első alkalommal írta ki tavaly a régiós leány U15 korosztályú amatőr megye válogatottak tornáját. A megmérettetésre 3 megye, Baranya, Somogy és Bács-Kiskun állított ki csapatot. Ezt folytatni kívánja az MLS, hiszen Pécs régiós központtá válása a cél. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Augusztus 20-a, Tolna megye valamennyi településén megünnepelték az államalapítást. Önkormányzati választás, Apeszofer Ágnest indítja a Fidesz-KDNP Tolnán, megvannak a képviselőjelöltek is. Bárka Fesztivál, jubileumához érkezett Tolna legnagyobb városi rendezvénye. Falunap Dalmandon, évek óta hagyomány a közös ünneplés a településen. Csütörtökön már csak gyenge szél várható, változóan napos, felhős ég mellett elszórtan kialakulhat futó zápor egy-egy zivatargóc. Éjszaka csillagfényes időre van kilátás, legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!